Jó napot kívánok, nagy szeretettel köszöntök mindenkit, köszönöm szépen a meghívást, és hát megpróbálok itt a film után még néhány gondolatot hozzátenni arról, ahhoz, hogy mit is csinál az aktív Magyarország kormány biztosság, bár a film az nagy részét elmondta annak, amit tenni szerettünk volna. Hát már rosszul kezdődik, mert a Moson Magyaróvára szétesett a feliratban, de ezért elnézést kérek, egy más előbbi számítógépen még jó volt. Szóval nagy szeretettel köszöntök mindenkit a Sziget közben itt ezen a konferencián, és megpróbálom egyébként összefoglalni az előadásom elejébe azt, hogy mivel is foglalkozunk, és miért is foglalkozunk ezzel, miért jutott a kormány arra a döntésre, hogy egy ilyen kormánybiztosságot létre kell hozni. Ugye az a célkitűzés a kormánynak, hogy a legélhetőbb országok közé tartozó Magyarország, az élhetőségnek, egészségügytől, oktatáson keresztül sok-sok feltétele van, de egy nagyon lényeges kérdés, hogy hogy éljük a mindennapjainkat, mit csinálunk a szabadidőnkben, mennyire élünk egészségesen. És hogyha röviden össze szeretném foglalni az én feladatomat, akkor talán úgy tudnám megtenni, hogy elmondhatom, hogy, és itt ezt önök is sokszor tapasztalták, hogy Magyarországon ilyen panaszkultúrában élünk, szeretünk sokat panaszkodni. Mindig mondjuk azt, hogy nehéz az élet. És valóban, ha szétnézünk, bár a jelenlévők mindig kivételek, akkor van akinek 10, van akinek 20, van akinek 30 kilóval is nehezebb a szükségesnél. Az én feladatom kormány biztosként, hogy tegyük könnyebbé az embereknek az életet, és ezt úgy tudjuk megtenni, hogyha megteremtjük az aktív életmód feltételrendszerét Magyarországon. És ehhez, illetve ebből ez volt az az ok, amiért a miniszterelnök úr kinevezett erre a feladatra, amikor felkért, akkor azt mondta, hogy Máriusz, ezt ha mi nem csináljuk meg, akkor senki nem fogja megcsinálni. És hát el is indult a munka, én igyekeztem összeszedni magam, egy református lelkész ismerősöm Erdélyben azt mondta, hogy pénzzel a bolond is tud építeni, pénz nélkül csak az, kinek hite van. Nekem szerencsére csak abba kellett hinnem, hogyha készítünk egy jó kormány előterjesztést, akkor a kormány azt támogatni fogja. Így is történt. Ennek köszönhetően egyébként Európában az aktív turizmus, aktív életmód feltételrendszere valószínűleg Magyarországon fejlődött a leggyorsabban, hogyha mindent mérlegre teszünk. De ehhez, hogy ezt megoldó, hogy nem csak pénz kellett, hanem kellettek nagyon lelkes, elkötelezett munkatársak. Azt hiszem többekkel önök is kapcsolatban vannak, de a munkatársak még mindig nem voltak elegendőek. Rengeteg civil szervezettel dolgozunk együtt. Még 4-5 ilyen tablót biztos meg tudnánk tölteni a képeikkel, és nélkülük ez biztos, hogy nem ment volna. Vannak térségi, vannak országos szakmai szervezetek is, akikkel együtt dolgozunk, az ő munkájuk nélkül biztos nem ment volna. Együtt van a pénz, együtt van egy nagyszerű csapat, viszont valamiféle víziók mellett is kellett dolgoznunk. Szeneca mondta azt, hogy semmilyen széljárás nem jó annak, aki nem tudja, melyik kikötőbe tart. És most ugye nagyon jó lesz a széljárás, mert itt van előttünk a következő uniós ciklus. 63 milliárd forint lesz a top 1-1-4-ben meghatározottan aktív turisztikai célokra, de még egyszer ennyi pénzt legalább más uniós programokból is majd le lehet hívni. És eddig is igyekeztünk egyébként vízióban, összefüggésrendszerben gondolkozni, hálózatokat építünk, próbáltuk mérlegelni a fenntarthatóságot, de most, hogy ez még tudatosabban menjen, szakmapolitikai stratégiákat készítünk, illetve területi stratégiákat is. Előbb-utóbb szerintem neki kell kezdeni egy igazi szigetközi aktív turisztikai stratégia megfogalmazásának is. És akkor kezdjük a kerékpározással. A kerékpározásnál azt tudtam elmondani, hogy tavaly évvégig 1850 km kerékpárutat építettünk 2010 óta. Ehhez még kijelöltünk 3000 km kerékpározható útvonalakat, gátakon, erdészeti utakon, kisforgalmi utakon, és még az elmúlt időszakban sikerült további 4 milliárd forintot szerezni kerékpárutak tervezésére is. Azért gondoltuk, hogy ezt mindenképpen hazai forrásból biztosítani kell, mert ha most sikerül megtervezni az utakat, és megérkeznek az uniós források, akkor sokkal gyorsabban fogjuk tudni ezeket a forrásokat felhasználni. Tehát vannak olyan kerékpárutak, amelyekről 5-6-7 éve született döntés, megszületett a döntés, hogy uniós forrásokat
forrásokat kapnak, mire megtervezték, mire megvolt a kivitelezési közbeszerzés, addigra viszont az árak megemelkedtek, nem lehetett meg, úgyhogy elhúzódott a dolog. Itt a megyében is próbálunk sokat előre lépni. Például nemrég voltunk a Győr-Pannonhalma 17 kilométeres kerékpárút átadásán. Fertődés-Keszthely között kijelöltünk egy kerékpározható útvonalat. Megújult a Sopron-Fertőd kerékpárút, a Határ és Fertőd között is sikerült megújítani a Magyar Közútnak a kerékpárutat. És még egyszer mondom, hogy nagy mértékben folynak itt Győr-Sopron megyében is a tervezések. Különböző elképzeléseket kell összehangolni. Itt a Sziget közben is van, aki szeretné a gátakon menne a kerékpárút, van, aki ragaszkodik a településeken futó kerékpárúthoz, de ezeket a munkálatokat próbáljuk összehangolni, hogy lehető leghatékonyabban használjuk fel a rendelkezésre álló forrásokat. A tavalyi esztendőben ért véget a kerékpározás éve, tényleg nagyon-nagyon röviden. Elsők voltunk a régióban, akik pedelek támogatásra pályázatot, ez elektromos rásegítősű kerékpárt pályázatot írtunk ki. E-kargó programra is 400 millió forintot biztosítottunk. Nagyon nagy előrelépés, hogy sikerült elérni a törvényhozásban, hogy a kerékpárokat, elektromos kerékpárokat is beleértve megvásárolhatják a munkaadók, és ezt ingyenesen biztosíthatják a munkavállalóik részére. És a térségben először készült el nálunk a Google kerékpáros útvonal tervező. Hát sajnos minden számítógép másképp mutat, úgyhogy itt sajnos megint ez a dia, ez kis problémás. Úgyhogy mindenkit biztatok, hogy éljenek ezekkel a pályázati lehetőségekkel. Nagyon nagyot léptünk előre a kerékpáros barát szolgáltatások tekintetében is. Hadd emeljem ki azt, hogy a MÁV és a Volán az hatalmasat fejlődött. Két év alatt a MÁV az megkétszerezte a kerékpárszállító kapacitásait, és sikerült azt is elérni, hogy már bizonyos relációkban, például a Mátrába, a Volán busz az kerékpárszállításra is vállalkozik. Ez szerintem nagyon nagy előrelépés. Elhatároztuk a munkatársaink az Aktív Ökoturisztikai Fejlesztési Központtal, hogy kiépítünk egy kerékpáros barát szolgáltató rendszert. Az a célunk, hogy 3000-en legalább részt vegyenek ebbe. Az a fontos célkitűzésünk, hogy legyen egy olyan applikáció, hogyha valaki a térségbe, Sziget közbe, vagy akárhova elmegy biciklivel, akkor megtalálja azokat a helyeket, ahol szívesen fogadják a kerékpárosokat. Tehát, hogy el tudja rakni éjszakára a drága bicikliét, ha egy éjszakás szállást szeretne foglalni, akkor is szívesen fogadják, és reménykedünk, hogy ezt 2-3 éven belül ezt a célkitűzésünket el is fogjuk tudni érni. 450 ezer negyedik osztályosnak sikerült eljuttatnunk a közlekedési kisokos, tavaly 97 ezeren vizsgáztak belőle. És hogy miért fontos ez, egy 12 éves gyermek az kimehet a főútra biciklivel, nekem van 4 fiam, egyetlen egy fiamnál sem hallottam azt, hogy az iskolában foglalkoztak bármennyit is KRESZ közlekedési alapismerettel. Ezt mi megteremtettük a feltételeket, a 97 ezres vizsgázó számra büszkék vagyunk, de 3 évvel ezelőtt készítettük el ezt az oklevelet, és hogy mennyire érdemes az Aktív Magyarország oklevelére felkerülni. Itt két fiatal ember képe van az oklevélen. Gondoltuk, egy kicsit segítünk az ismertségüket megemelni. 3 évvel ezelőtt egyiket úgy hívják, hogy Walter Attila, a másikat Vaskata Blanka, tehát felkerültek az oklevelünkre, és egy éven belül hatalmas sztárok, mondhatjuk, hogy világsztárok váltak belőlük. Úgyhogy mindenkit biztatok, hogy tegyen azért meg mindent, hogy felkerüljön az Aktív Magyarország okleveleire. És hogy miért is érdemes foglalkozni a gyerekeknek a közlekedési képzésével. Mi Magyarországon csak mosolygunk, amikor azt halljuk, hogy zero vision, hogy vannak olyan országok, meg városok, akik azt a célt tűzik ki, hogy egyetlen halálos közlekedési baleset sem történjen bennük, és legyintünk, és azt gondoljuk, hogy ez elérhetetlen. 2019-es halálos közlekedési baleseteket raktam ki 4 fővárosból, Oszlóban 1, Helsinkiben 3, Bécsben 18, Budapesten pedig
51 halálos közlekedési baleset történt 2019-ben. Mellbevágóak ezek a számok. Készítettünk egy Kressz csomagot is, nyugat-európai példákból. 35 alkalommal ültünk, általában 3-4 órán keresztül olyan 30-40-en egy teremben, de szerintem van egy nagyon jó módosító csomagunk, aminek köszönhetően szerintem a közlekedési balesetek száma Magyarországon is csökkenni fog. Ezeket a táblákat, a másfél méteres előzési oldaltávolság táblákat pedig a rendőrséggel közösen meglehetősen sok helyre kitettük már az országban. És a szemléletváltást abból a szempontból is fontosnak tartjuk, hogy gyakran el sem tudjuk képzelni, hogy mennyire másképp gondolkoznak különböző országban az emberek, mint ahogy ezt mi természetesnek látjuk. Ezért lefordítottuk az angol gyalogos és kerékpáros közlekedési stratégiát Boris Johnson konzervatív miniszterelnök előszavával. És csak egyetlen gondolatot hadd emeljek ki belőle, egy olyan gondolatot, amit szerintem egyetlen polgármester sem merne felvállalni, de még a legvadabb kerékpáros szervezetek sem mondják. Boris Johnsonék tehát rossznak tartják azt, hogy rengeteg gyereket autóval visznek iskolába, és programszerűen megcélozzák, hogy ezt megakadályozzák, és úgy akarják megakadályozni, hogy az iskolák előtti utcák átmenő forgalmát 7 és 9 óra között lezárják. Van itt több polgármester a teremben talán, ki az, aki ezt mondjuk egy választási kampány előtt bemerné lengetni. Nem látok egy termet sem a teremben, de valószínűleg azért, mert sötét van. De az a helyzet, hogy nagyon-nagyon kemény célkitűzéseket fogalmaznak meg, és amikor elmentünk Hollandiába egy tanulmányútra, és szóba került ez a kérdés, akkor azt mondják, ez Hollandiában már évek óta így működik. Lefordítottuk ezen kívül Jeff Specknek a 101 szabály az élhető városért tanulmányát. Nagyon-nagyon érdekes gondolatok vannak ebben is. Most fordítjuk a holland gyalogos és kerékpáros stratégiát. Például, amikor Hollandiában egy ilyen study tourra elvittük a polgármestereket, akkor ott mindenki ilyen megdöbbenve szembesült ilyen mondatokkal, hogy amikor új házakat terveznek, akkor azt úgy tervezik, hogy előtte nem terveznek parkolókat, hanem csak a háta mögött a célforgalom irányából kiesve, hogy ne legyen túl nagy kísértés, hogy autóba üljenek az emberek, sokkal célszerűbb kerékpárral közlekedni. Az idei évben még polgármestereknek, megyei vezetőknek ajánlom, hogy 10 különböző témájú study tourt szervezünk Angliától, Hollandián, Dánián keresztül. Itt a költségek egy részét, mi álljuk egy másik részét az önkormányzatok, mindenkinek jó szívvel tudom ajánlani. A Tour de Hongrit 2015-ben újraindítottuk, nagy lendületet adott a kerékpársportnak, és úgy szerettük volna csinálni, a kerékpározásnak is, és a Tour de Hongrie sikerének köszönhetően sikerült Magyarországra elhozni a Giro d'Italiának a nagy rajtját, ráadásul nem is egyszer, hanem kétszer, mert 2020-ban és 2022-ben is elnyertük a nagy rajtot. Nincs még egy ország Magyarországon kívül, ami két évente elnyeri a Giro-nak a nagy rajtját, reméljük, hogy idén már sikerül is megrendezni. Ennyit a kerékpározásról. Téri Ödön turistaház fejlesztési program, turistaházak. A tavalyi év végéig 100, még 11 turistaházat újított, vagy adtunk támogatást az elmúlt napokban, úgyhogy már 111 turistaház támogatásánál tartunk, ebből 70-80 már meg is újult. Itt a régióban, Győr-Sopron megyében is támogattunk többet. Miniszterelnök úr itt azt a kérést fogalmazta meg felém, hogy a turistaházaink azok legyenek versenyképesek az osztrák és szlovák turistaházakkal. Hát azt kell mondjam, hogy ez így van. Tegnap voltam Pusztavámon egy turistaház átadásán, tegnap előtt a meccsekben. Tehát nekem, amikor egy turistaházban légkondicionáló van, az már nem is teljesen turistaház, meg USB csatlakozók konnektor. Szóval mi régebb óta fiatalok, amikor azt a szót halljuk, hogy turistaház, akkor ilyen sodronyos vaságyak, kicsit koszos matrac, szúrós pokróc, ilyen egyenszagú, mondhatjuk büdös fürdőszoba, húzatos ablak. Tehát, hogy ilyen gondolatok jutnak eszünkbe. Az az igazság, hogy ha megnézzük ezeket a felújított turistaházakat, ezek már tényleg messze-messze nem ilyenek. Vizitúra megálló helyek, ez itt a sziget közben különösen érdekes lehet.
Itt is nagyot léptünk előre. A Magyar Kajakkenu Szövetséggel együttműködve 150 vízitúra megállóhelyet újítottunk fel. Viszont most a következő uniós ciklusban épp a holisztikus szemlélet miatt egy váltás lesz. Nem vízitúra megállóhelyeket fogunk támogatni, hanem vízitúra útvonalfejlesztéseket. Megnézzünk egy szakaszt, és megnézzük, hogy ott milyen problémák vannak, és a legnagyobb problémákat fogjuk megoldani. Tehát van, ahol ez szálláshelyfejlesztés lesz, van, ahol az átemelés lehetőségét vagy a vízicsúsztázás feltételeit kell kiépíteni. Hogy a vízitúrázást elterjesszük Magyarországon, ahhoz ezt a túlszabályozást, ami most van, a vízitúrázás tekintetében ezt meg kell szüntetni. Tehát nekem van 4 fiam, hogyha minden szabályt betartanánk, akkor mindegyik utána egyébként vízitúrázni. Tehát, hogyha azt mondanánk egy 15 éves gyereknek, hogy csak mentőmellényben evezhet egy héten keresztül 35 fokban, nem kormányozhat, ráadásul, hogyha 10-nél több hajóval még motoros kísérő is kell, akkor hát azt mondaná, apa, valami mást szeretnék csinálni. Tehát itt szerintem ez nagyon fontos, hogy előre lépjünk ezen a területen. És itt is sikerült egy nagyon fontos törvényi változást elérni. A tavalyi év júniusától a vízügynek a feladata az aktív turisztikai feltételek biztosítása. Tehát az igazság, hogy elegünk volt azokból a vitákból, hogy a gátakon lehet-e biciklizni, nem, milyen feltételekkel, hogyan lehet az átemelés feltételeit javítani. Nem is tudtunk erre a vízügynek pénzt adni, mert a vízügynek ez nem volt feladata. Ez a vitás helyzet ez megszűnt, ez szerintem egy óriási előrelépést jelent. Itt a sziget közben vannak jó példák. A jobboldali kép az itt készült, itt 3 ilyen vízicsúszda is van, a baloldali a Szent Gotthárdon készült. Azt hiszem, hogy ezt a mosonmagyaróvári példát ezt el kell terjeszteni az egész országban. Víziturisztikai fejlesztések történtek itt a megyében is. Éppen itt Mosonmagyaróváron tavaly ősszel adtuk át a Malomági Lajtán a 10 kiszálló helyet. Fantasztikus idő volt, jót eveztünk, és én biztos vagyok benne, hogy ez egy ilyen érdekes színfoltja lesz Mosonmagyaróvár víziturisztikájának. De azt hiszem, hogy az a víziturisztikai központ, amit terveznek, hogy még ebben az évben elkezdik építeni, még az is nagy előrelépés lesz, de támogattunk Kim Lén is, polgármester asszony, itt van egy víziturisztikai megállóhelyet, úgyhogy én bízom benne, hogy a víziturizmus az itt sziget közben egy jelentős mértékben fel fog lendülni. És hogy itt a biztonság is meglegyen, tehát szeretnénk ugye többféle irányba is haladni, de itt egy ilyen csoda drónt támogattunk, ami biztonsági célokat szolgál, óriási sebességgel át tudja kutatni a térséget az elkallódott vízitúrázók után. 2025-re fel szeretnénk újítani az összes kisvasutat. Itt ugye az a probléma volt, hogy ha nem nyúlunk hozzá, akkor ezeket is szépen sorra, rendre meg kellett volna zárni baleset veszély miatt. Nyugodtan mondhatjuk, hogy 2010-re az aktív turizmus feltételrendszer az rendkívüli mértékben leromlott, és azóta kisvasutak, vízitúra megállóhelyek, túraútvonalak, minden területen óriásit léptünk előre, ami annak köszönhető, hogy a kormány ezt szívügyének tartja. A kisvasúttal szemben egy teljesen új attrakció, amit elindítottunk, az a nyaralóhajózás. Legjobb időben indult, 2020 márciusában bezárták az országot, május 1-én indult a nyaralóhajózás, de reméljük, hogy az idei évben már egy rendes szezont tudunk indítani. Ha ez a tiszai kísérlet ez jól sikerül, akkor szerintem van ráció abban, hogy ha nem is akkora mértékben, de itt a Mosoni-Dunán is ezt a lehetőséget, ezt meg lehetne fontolni, hogy elindítsuk. Sípályákat próbálunk felújítani. Én abban hiszek, hogy kisebb az ökológiai lábnyom, hogyha valaki 50 kilométert vagy 100-at megy egy sípályához, mintha 500-at. Ezért szerintem egy 5-6 sípálya magyarországi működtetésére van lehetőség, és ez környezetvédelmi szempontból is kedvező. Via Ferrata útvonalakat építettünk, és megújítjuk a sziklamászó útvonalakat a Hegymászó Szövetséggel közösen Magyarországon. Nagyon-nagyon keresett attrakciók lettek ezek is.
Ami itt a térségben is érdekes, lehet, hogy Magyarország törvény szerint belovagolható. Volt egy olyan szabályozás, ahol azt mondták, hogy mindenhol lehet lovagolni, ahol megengedik, mivel nem engedték meg sehol, ezért módosítottunk a törvényen, és azt mondtuk, hogy mindenhol lehet lovagolni, ahol nem tiltják, mivel nem tiltják gyakorlatilag sehol, ezért most mindenhol lehet lovagolni Magyarországon, és hát próbáljuk kiépíteni az útvonalakat, észak-kelet Magyarország itt ebben, mint a dián is látszik, jobban áll, de megyünk tovább. Van néhány beruházás, ami nélkülünk nem valósult volna meg. Ez a lelkes tekintetű fiatal ember eljött hozzá, és mondták, hogy szeretnének a Tiszatavon kilátókat építeni, amit csak vízen lehet megközelíteni. Szerintem rajtam kívül nem biztosított volna ennek a fiatal embernek, vagy ennek a csapatnak, fiatal csapatnak forrást senki. Én láttam rajtuk, hogy teljesen őrültek, úgyhogy teljesen egyértelmű, hogy kaptak támogatást, és megcsinálták a Tiszatónak az egyik leglátványosabb turisztikai attrakcióját. És ez a Bölömbika kilátó, amit 17 millió forintból építettek, úgyhogy amikor vitték be télen a faanyagot, akkor többször beszakadt alattuk a jég, tehát elképesztő sztorik, én láttam erről videót, teljesen őrültek, mint mondom, de fantasztikus attrakció lett belőle. Tehát ilyen vízen megközelíthető kilátó, az szerintem itt sziget közben is akár lehetséges, hogy egy jó kis turisztikai attrakció lenne. Elkészült a Bükki csillag, de március 8-án nyílott meg. Most kaptam egy SMS-t, hogy a hosszú hétvégén 2700 látogatója volt. Tényleg fantasztikus, jó szívvel tudom ajánlani. Máté Bence tervei elképzelése alapján Hortobágyon egy madárszínházat építünk, ez egy ilyen detektív üveges les lenne, busznyi ember tudna elférni ebben a lesben. A tervek elkészültek, kivitelezési közbeszerzés előtt vagyunk, és tényleg én voltam ebben a lesben, tényleg olyan a helyzet, mint a képen Máté Bencével látszik, olyan, mintha a madarak közepén ülnénk, ilyen 2 méterre tőlünk kapkodják ki a kócsagok és a gémek egymás csőréből a halakat. Fantasztikus turisztikai attrakció lesz ez is. A Mesebeli Csajtavon fogjuk kiépíteni Magyarország első hajtánypályáját. Ez 8-as alakban fog itt a tórendszeren belül és körül kanyarogni. Mi Burgenlandban, Oberpullendorfnál szerintem önök közül többen kipróbálták a hajtányozást. Azt kell mondjam, hogy a magyarországi az sokkal jobb lesz, nem kell majd tranzit, ugyanoda ér vissza a hajtány, ahonnan elindult, és hát a környezet az fantasztikus lesz. Itt például középen fog menni az útvonal, és látszik, hogyha balra esünk le, akkor egy tóba esünk, hogyha jobbra esünk le, netán a hajtányról, akkor egy másikba. Szóval tényleg egész fantasztikus lesz ez is. Teljesen őrültnek néztek a kormányülésen, amikor azt a javaslatot előterjesztettem, hogy építsünk egy raftingpályát az Alföld szélén Kiskörén. De aztán elmondtam, hogy a Tiszatónál és a Tisza továbbfolyása között ugyanúgy 6 méter vízszint különbség van, mint az olimpiai pályán Londonban. És hát akár olimpiát is lehet majd ezen a pályán rendezni. Lesz egy meredekebb sportolói ág, meg lesz egy ilyen hobbista turisztikai ága is a rafting pályának. Itt az apukák, anyukák, nagypapák nem fogják megúszni, hogy a gyermekeiket elvigyék ide, vagy esetleg saját szórakozásukra eljöjjenek ide. Ezek voltak azok a diák, amik az aktív turisztikai lehetőségek bővítésére szóltak, de van jó néhány olyan diánk is, ami az aktív települések program keretéről szól, és azt a célt próbáljuk elérni, hogy mindenki a lakóhelyén is tudjon mozogni. A mindennapokban, munka előtt, munka után. Ezért építünk futóköröket. Eddig 20-at támogattunk, most bíráltuk el az idei évieket, további 9-et, körparkokból is támogattunk, bringaparkokból, és hát Győr-Sopron megye, ez egy bringapark nagy hatalom lesz, hiszen Abdán, Csornán, János, Somorján, Vámos-Szabadin és már Győrben is épült, plusz még egyébként
épül a Győri Görpark, és el kell mondjam, hogy Moson-Magyaróvár is a Görparkjához 60 millió forint támogatást kapott a kormány biztonságunktól, úgyhogy nem csak Bringa Park, hanem Görkorcsolya nagyhatalom is, meg Gördeszka nagyhatalom is lesz Moson-Magyaróvár, illetve Győr, úgyhogy szerintem könnyen lehet, hogy egy-két olimpián múlva majd győri, moson-magyaróvári fiatalokat is látunk az olimpián ezekben a színekben, vagy ezekben a sportokban. Aktív települések programhoz tartozik, hogy 30 kilométeres körzetben legyen sítampálya, műjégpálya, mászóterem. Itt a bal alsó kép szintén megyei, az a csornai jégpálya, amihez tavaly adtunk támogatást. Nem tudom, Moson-Magyaróváron van jégpálya? Akkor ki volt zárva a támogatási körünkből, mert csak olyan városokban támogattunk jégpályát, ahol eddig nem volt. Közösségi élet újraindítás. Ugye a Covid az nagyot ütött rajtunk, és a kormány Novák Katalin megbízta, hogy készítsen egy programot a közösségi élet újraindítására, és itt mi is jelentkeztünk program elképzelésekkel, és a program elképzelésekben nagyon sok minden van, de az egyik legfontosabb, hogy szeretnénk a gyerekeket egynapos, ingyenes, aktív osztálykirándulásokra elvinni. Ugye az osztálykirándulások az én időmben, meg sajnos ma is még elég gyakran úgy vannak, hogy beültetik szegény gyereket a buszba, autózik 3 órát, kiszáll egy múzeumnál, megnézik a múzeumot, visszaül a buszba, mennek egy órát, megnéznek egy templomot, visszaül a buszba, és ez így megy estig. Este pedig egész éjszaka a tanárok értetlenkednek, hogy miért kell üldözni szegény gyermekeket. Mi olyan osztálykirándulásokat szeretnénk, ahol a tanárnő megy elől elektromos biciklin, és nagy nehezen mellé teker egy ilyen rossz csont fiatalember, és megkérdezi, hogy a tanárnő, mikor érünk már oda a múzeumhoz. És a múzeumban csillogó tekintettel hallgatják az idegenvezetőt. Tehát ilyen elképzeléseink vannak. Viszont itt a közösségi élet újraindításában a nemzeti parkok, vagy naturparkoknak is egy programsorozatát elindítjuk, és Pető Pétert, illetve Petényi Mirkót majd az előadásom végén felkérem, mert itt Szigetközt is érinteni fogja ez a program, hogy 2 percben beszéljenek majd erről, és az is egy közösségi élet újraindításához tartozó program. Sok mindent építünk, de a szemletformálásnak része, hogy programokat is hirdetünk, 25 ezer ember 5 próbázik Magyarországon. Hadd kérdezzem meg a teremben ülőket, van-e, aki 5 próbázik a jelenlévők közül? Azt tegye fel a kezét. 1, 2, de ti kőbány, ti budapestiek vagytok. Tehát igen. Az igazság, írjátok fel ezt egy kis kockás papírra, a további támogatásoknál ezt figyelembe vesszük majd, hogy vannak-e a térségben 5 próbázók, úgyhogy biztatok mindenkit, motivációs ajándékok, sapka, póló, végén egy olimpiai melegítő a jutalmazóknak, aki szorgalmasan gyűjti a pontokat, evez, úszik, fut, kerékpározik. Itt egyébként a Sziget közben is vannak olyan helyek, ahol 5 próba pontokat, vagy olyan versenyek, ahol 5 próba pontokat lehet gyűjteni. Úgyhogy én mindenkit biztatok, hogy csatlakozzon be ebbe a sorozatba. Én minden program közül a legbüszkébb a vándortáborokra vagyok. Az idei esztendőben az a célkitűzésünk, hogy 20 ezer gyereket vigyünk el vándortáborozni. Vándortáborozni lehet gyalogosan, lehet vizen kennuval, lehet kerékpárral, lehet zarándok vándortáborozni, és most az idei évben meghirdettük a vándortáborozók országos versenyét is. Úgyhogy itt a Sziget közt azt több útvonal is, illetve több vándortábor is érinti, hát a legnagyobb sikerű az a Szigetközi vándortábor, vízi vándortábor, erre jelentkeznek, erre a vízitáborra a legtöbben az egész országban, ezért indítottunk vándortábort a Mosoni Dunán is, van a térségben kerékpáros vándortábor is, és az Arándok vándortábor is a Győr Pannonhalma, pontosabban a Tihany Pannonhalma útvonalon ezt a térséget érinti. Úgyhogy én azt hiszem, hogy a vízi turisztikához is ezek a vándortáborok, ezek sokat hozzá fognak tenni. Itt meg tudjuk tanítani a gyerekeket, hogy
hogy megszeressék a vízi életet, a vízenjárás élményét, és szerintem, hogy Sziget köz ennyire felkapott a vízi turisztikai szempontból, egy kicsit hozzájárult a vízi vándor tábor is. Ilyenkor mindig csinálunk útvonalfüzetet, amit a gyerekek hazavisznek, és nagyon gyakran még abban az évben visszahozták a szüleiket is, amikor itt voltak vándortáborozni. Szerintem a Mosoni Dunának is adtunk egy nagy lendületet a vízi vándortáborozás elindításával. Szemléletformálásban munkatársaimmal és családtagjainkkal részt veszünk, petkupa, gyűjtjük a szemetet, és hát például az a kikötő, az pillepalackokra alapul, 2000 pillepalack van benne, több helyen, ahol nem volt kikötő, sikerült ilyet építeni. A munkatársaim és családtagjainkkal az elmúlt évben másfél tonna szemetet gyűjtöttünk össze, és ez idei évben is folytatni fogjuk ezt. Az aktív ökoturisztikai fejlesztési központ az Erdők napján, ami február 21-én volt, meghirdette a tavaszi nagytakarítást. Én nagyon-nagyon szeretnék biztatni mindenkit, önkormányzatokat, vizitúra egyesületeket, mindenkit, aki ezt hallja, hogy nevezzenek be, szálljanak be a tavaszi nagytakarításba, tegyük szebbé az életünket és a környezetünket. Ehhez az aktív ökoturisztikai fejlesztési központ Mirkóék, Petényi Mirkóék, nem Vlasic Mirkóék tudnak támogatást adni, a zsákoktól kesztyűkön keresztül mindent, és tényleg ennek a tavaszi nagytakarításnak ez egy ilyen egyedülálló program, mert az a célja, hogy 3-4 év múlva ne legyen rá szükség, mert szép tiszta Magyarország. Mindig, amikor átmegyünk Ausztriába, akkor látjuk, hogy mennyire szép és tiszta ez az ország, és irigykedünk, hogy mennyire jó lehet itt élni. Hát az a helyzet, hogy szerintem Magyarországon is tavaszinagytakarítás.hu jelentkezzenek és tegyék szebbé tisztábbá a Sziget közt is. Nagyon sok hiánypótló kiadványt is kiadtunk térségekről, Turinform irodákban, Decathlonban lehet hozzájutni, talán a munkatársaim hoztak ilyet is, majd itt az előtérben is meg lehet ilyen térségi kiadványokat találni. Ezzel is, tehát mi fontos célunknak érezzük, hogy olyan tájegységekre is felhívjuk a figyelmet, megmutassuk az abban rejlő lehetőségeket, amelyeket talán kevéssé ismernek Magyarországon. Vannak olyan kiadványok, amiket mi támogattunk. Lackfi Jánost például felkértük, hogy fogja össze a magyar költőket, és írjanak verseket a természetjárás szépségeiről, aztán a sportolás szépségeiről, és kortárs költők nagyszerű verseket írtak, úgyhogy mi nagyon reménykedünk abban, hogy majd iskolai versmondó versenyeken elhangzik egy-két mai vers is a 100-150 éves versek mellett. A természetvédelemről mindig csak ilyen drámában szoktunk beszélni, hogy hát kiszárad, elsivatagosodik, elönt, miközben van rengeteg olyan dolog, amire büszkék lehetünk, ragadozó madarak állomány, újra van farkas, hód, az egy kicsit sok is már, azt mondják, arancsokká, tehát rengeteg pozitív dolog történt, és a természetvédelem sikereiről írtunk egy nagyszerű könyvet a National Geographic-kal közösen, vagy ők írták, mi meg támogattuk, és egy ifjúsági regényíró pályázatot is kiírtunk, regényes természet címmel. A könyv hétre fog megjelenni az első díjnyertes regény, úgyhogy reméljük, hogy ezzel is egy kicsit tudjuk formálni a következő generáció gondolkodás módját. És miért is fontos a kormánynak ezt támogatni? Tehát talán az eddigi diákból érezhető volt, hogy azért nem kevés pénzt fordított erre a célra a kormány. Azért, mert ez egy olyan program, amit mi viszünk, ami nem egy zéró összegű játék, hanem ez olyan, aminek mindenki győztese. Győztesek azok az emberek, akik bekapcsolódnak, egészségesebben élnek, többet mozognak. De győztesek a térség. Kezdjük a magyar gazdasággal, győztes a magyar gazdaság is. Varga Mihály nagyon örül, hiszen ha nem külföldre megyünk, hanem itt költjük el a nyaralási pénzt, akkor itt lesz belőle áfa, idegenforgalmi bevétel. Ez a pénzügyminisztériumnak is boldogságot okoz. A térségnek is mindenképpen jó, hiszen a lakosság megtartó képessége növekszik, hiszen ha látják, hogy oda mennek sokan, akkor hogy az ott élők is jobban bíznak a jövőben, jók a térségbeli szolgáltatóknak, hiszen meg tudnak élni, ez is összefügg a lakosság megtartó képességgel, és mindenképpen abból a szempontból is hasznos,
büszkébbek leszünk a hazánkra. Tehát megismerjük, látjuk, bejárjuk, és észreveszünk, hogy tényleg milyen fantasztikus ez az ország. És mondtam az elején, hogy szeretünk panaszkodni, de amikor a Covid miatt itthon kellett maradni, akkor sokan mondták, hogy hát tényleg gyönyörű országban élünk, és ezt észre is lehet venni, és itt az identitás tudatunk is erősödik. És miért éri még meg? Egy ilyen gyors számolásra hívok mindenkit, egy felmérés szerint, ha valaki 2,5 órát mozog egy héten, annak az egészségben eltöltött várható élettartama 4,2 évvel nő. Mi abban a perspektívában dolgozunk, hogy 100 000 embert biztos rá tudunk venni, hogy 2,5 órát mozogjon egy héten, akkor már is 420 000 egészségben eltöltött életévet adunk a magyar társadalomnak. Azért szép ebben a perspektívában gondolkozni, dolgozni, de mi azért nagyon szeretnénk nem 100 000 embert, hanem 1 millió embert is megmozgatni. Ezáltal már 4,2 millió évet adunk a magyar társadalomnak, ezt már emberéletre, emberekre átszámítva is ez egy óriási szám. Én nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattak. Ezt a munkát, ezt, ahogy az elején mondtam, ezt nem tudjuk egyedül megvalósítani. Ezt a munkát úgy tudjuk megvalósítani, hogyha mellénk állnak, partnerek lesznek, és ebben az esetben egy élhetőbb, boldogabb, egészségesebb országát tudjuk varázsolni Magyarországot. Köszönöm szépen, 9 másodperccel az időm vége előtt meg is fejeztem. Köszönöm szépen.